fogunk csinálni egy vércukoros és koleszterin szintmérést, elkérem a kiskedvét. Ingyenes szűrővizsgálatokkal várták az embereket Szekszárd egyik legnagyobb bevásárlóközpontjának parkolójában pénteken egész nap. A szűrőbuszban vércukorszint, koleszterinszint, légzéskapacitásmérést, valamint csontritkulási és szájüregi vizsgálatokat végeztek a szakértők. Bercsényi Gyula úgy nyilatkozott, remek dolognak tartja ezt a lehetőséget, és ő mindent megnézett, amit lehet. Itt rengeteg ember megfordul. Ez a hely a másik bevásárlóközpontban. Ide-oda mennek az emberek vásárolni, és ha már 10-ből 2 elmegy, már akkor nyertünk valamit. Légzéssel kapcsolatosan van valami panasz, a nehéz légzés, fulladás, köhögés, nincs dohányzás. A 2014-ben indult Egészséges Magyarország elnevezésű program célja az egészség kiemelt védelme és megőrzése, a krónikus betegségek esetleges kiszűrése, a hátrányos helyzetű lakosság egészségének javítása, a népegészségügyi rendszer megerősítése, valamint az egészséges életmód előmozdítása. A szűrőbusz már sokadik alkalommal van jelen a Tolnai megyeszékhelyen. Amikor van rá lehetőség, akkor mindig kérjük a szűrőbusznak a megjelenését. Jellemzően negyed évente erre van alkalom. A megfelelő helyszínt is hozzá kell tenni, tehát ahol sok ember forog, könnyen le lehet parkolni, meg lehet közelíteni a szűrőbusz, és most ebben a bevásárlóközpontnak a parkolója talán ebben a legalkalmasabb, de hogy látom, folyamatosan is érkeznek az érintettek, akik szeretnének egy pillanatnyi visszajelzést az egészségügyi állapotukról, erre ez nagyon alkalmas. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője hozzátette, fontos, hogy rendszeresen járjanak szűrésekre az emberek, hiszen, mint mondta, idézem, legnagyobb kincsünk az egészségünk.